legfontosabb dolog, ami miatt ezt minden esztendőben megünnepeljük, mert ekkor a templom születésnapja, hisz ahogy egy emberi születésnapot megünneplünk, felköszöntjük, úgy a közösséget is felköszöntjük, és ezt a templomot is felköszöntjük, hisz már közel 170 esztendeje van ez a templom a hívek szolgálatában. Sajnos ebből a 170 esztendőből kimaradt 40-41 év, amikor is ugye a templom zárva volt, nem szolgálhattak benne görögkatolikusok, nem lehetett liturgiát benne tartani. Ugyanis a hívek, amikor ugye az egyházunkat megszüntették, és a templomokat átadták az ortodox egyháznak, a palátykomorúciak nem voltak hajlandóak ortodoxá válni, még névleg, még színleg sem, és ezért inkább azt az utat választották, hogy zárják be a templomot, és ők otthon őrzik a katolikus hitet, otthon őrzik azt a hitet, amelyet őseiktől kaptak, és amelyet tovább akartak adni a következő generációnak is. És hát ez így ment ez alatt a 41 esztendő alatt. Még a templombúcsút is megünnepelték, templom nélkül, családi közösségekben imádkoztak. Volt, amikor lehetőséget is kaptak, hogy a templomba magánimádságra bejöjjenek. Ez tartott egészen a 70-es évek végig, amikor is ugye sajnos a templom elvesztette a templom jellegét, hisz először le akarták ugye rombolni, az is a tervek között volt, hogy lerombolják, felszámolják, és végül az a kompromisszumos megoldás született, hogy hát az itt lévő határőr laktanyának lesz a tornaterme. Hál' Istennek ez az állapot ez nem tartott sokáig, mert 1989-ben megérezte ez a közösség a változásnak a szelét, vagy pedig önmaga volt az, aki ezt a változást hozta ebbe az akkori ateista, istentelen államba, mert lehetőség nyílt, hogy a bezárt templomokat visszaadják, visszaigényeljék. És mivel 1989 őszén, nyarán még a görögkatolikus egyház hivatalosan nem működhetett, ezért római katolikus templomként regisztrálták be, és 1992-től, amikor is az egyházunk kicsit már talpra állt, lábra állt, el tudta látni az egyházközséget, akkor visszakerült a hívek kérésére a görögkatolikus egyház tulajdonába, és azóta töretlenül imádkozunk, töretlenül fohászkodunk a mindenható Istenhez, és szolgáljuk a hívek megmaradását, és a helyi magyarságnak a megmaradását is. Nagyon érdekes, hogy ebben az egyházközségben két nyelven zajlik az istentisztelet, hisz időközben települtek be más nemzetiségű hívek is, akik integrálódtak az egyházi életben, de természetesen mindenkinek joga van a saját anyanyelvén dicsérni az Istent, így nekik is lehetőséget biztosítunk, és hát hál' Istennek most már, ha több nyelven is imádkozunk, de egy közösséget alkotunk, és szeretetben, békességben vannak meg egymás iránt a hívek, és gondozzák, tartják fenn a templomot, és remélem, hogy ez a jövőben is így marad, ha szeretjük egymást, ha megvan közöttünk az a tisztelet, megbecsülés, egymás szokásai, egymás nyelve, egymás iránt, akkor van jövője ennek a kicsi egyházközségnek is, hisz ez a görögkatolikus egyházközség között, parókiális egyházközség között az egyik legkisebb, de nem mondhatom azt, hogy a leggyengébb, legelőtlenebb, hisz ez a búcsú is azt mutatja, hogy van jövőnk, ha össze tudunk jönni ünnepelni, össze tudunk jönni imádkozni egy ilyen ünnepen, akkor van jövőnk,